Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek ma, és nemzeti ünnepünk asszójára gondolkodtam én is, ez ritka. Nem csak azért ritka, mert nem veszek részt utcai demonstrációkon és különböző ilyen alkalmakon, hanem azért ritka, mert nem tartom a gondolkodást ilyenkor termékeinek, de mégis ilyenkor szükséges. Azért nem termékeny a gondolkodás, mert elindul egy bizonyos körben, elkezdődik, és utána körbeér, és látszólag nem történik semmi. De most, ezen az estén ezt azért osztom meg veletek, mert remélem, hogy történik ezáltal valami. Egy ország, egy nép fejlődését nagyon sokféleképpen el lehet képzelni. El lehet képzelni a lassú építkezésként, ezt hívjuk evolúciónak, és el lehet képzelni a megjósolhatatlan, hirtelen kipattanó változások függvényeként is, ezt hívjuk revolúciónak, vagy éppen forradalminak. És van egy harmadik is, amely a folyamatos visszafejlődés, ez a devolúció. Nagyon nagy kérdés, hogy belül magunkban tudatilag mit választunk. Tehát amit te tudatilag választasz, hogy te hogy fejlődsz, ha fejlődsz, pontosan az lesz a hatásod a családodra, a környezetedre, a városodra, falvadra és az országra, ahol élsz. Azért sem megyek vagy megyünk így testületileg az utcára, mert ezek a külső demonstrációk nagyon sok mindent tehetnek, csak pont ezen fejlődés irányát nem tisztázhatják. Hát ahhoz magunkba kell nézni, és ezt az energiát visszafele fordítani, hogy meglássuk, hogy magunkban mi van, magunkban haladunk-e egy békés fejlődés, vagy egy forradalmi átmenet, vagy egy nagyon-nagyon komoly leépülés felé, és hogyha észrevesszük azt az irányt, amelybe haladunk, akkor változtatni is tudunk rajta. Ha nem vesszük észre, akkor mindig elvárjuk, hogy majd valaki más, vagy valakik adjanak nekünk egy revolúciót, vagy egy kis evolúciót, mikor éppen mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Egy ilyen ünnep nagyon sok mindenre lehet alkalmas. Emlékezhetünk a múltra, de el is veszhetünk benne. Beszélhetünk a jelenről, de egy csomó kivetítéssel is élhetünk, véleményekkel, vágyakkal. És beszélhetünk a jövőről is, amely hát a reménytől kezdve a félelemig egy csomó mindent tartalmazhat. Valójában ebben a pillanatban kellene magunkat letisztítani ahhoz, hogy a múlt, a jelen és a jövő világossá váljék. Tehát amilyen tiszta a tudatod ebben a pillanatban, pontosan olyan tisztán láthatod a múltat, a jelent és a jövőt, és ez nem egyértelműen a tudós ismeretszerzés függvénye, sokkal inkább a hatás, ellenhatás, ok és okozat látása ebben a pillanatban. Magyarul mi az, ami a múltból tevőlegesen eredményszinten velünk van, és ki az, aki velünk van? Mi az, ami ebből a jelenből a jövőbe átmegy? Nem vélemény szinten, nem meggondolás szinten, hanem valójában eredmény szinten. Tehát mi az, amit most csinálunk, most mondunk, most érzünk, most gondolunk. És ez a közép-európai valóságban elég furcsa szemléletnek hangozhat. Az igazi kérdés, hogy meddig kell még körbejárnunk és rónunk a szamszárikus hiába valóság köreit, ugyanis a generációk, ahogy egymásra ívelnek, nem nagyon látszanak tanulni. Ha tanultunk volna a történelemből, akkor nem ilyen jelent élnénk. De úgy tűnik, hogy nem tanulunk a történelemből, mert nagyon szeretünk felejteni. Az igazi kérdés az, hogy milyen irányba szeretnénk menni, és milyen tudattal, milyen lélekkel. Na most egy ünnep erre lenne nagyon jó alkalom, hogy ezt a belső irányt tisztázzuk. Tehát pont a befelé tekintésre, esetleg a közös erőfeszítéssel történő befelé tekintésre. Tudatunk letisztázására, belső irányvételünk meglátására. És ha ez megvan, és kellő tisztasággal, őszinteséggel csináljuk ezt, akkor ezzel lehetne másoknak segíteni. Külsődleges eszközökkel nagyon kevéssé. Ezt nem csak az elmúlt 20 év mutatta meg, az elmúlt 60 év is megmutatta, de ha megnézed, az elmúlt 100 év is megmutatta.
Hát amit Hanvas viparjajának mond, a valóság tövestől való kifordításának, vagy amit Platón a barlang hasonlattal próbált megérzékeltetni, vagy Buddha az illúziótannal. Nagy többségünk ezt követi. Nagy többségünk azt gondolja, hogy a külső szavaktól, beszédektől, mozgalmaktól lesz valami más. És nem vesszük észre, hogy az emberiség kisebb vagy nagyobb sugárban, de ugyanazt a kört rója. Generációk, évszázadok és korszakok távlatában mind ugyanazt csináljuk. És ezen ott kezdődik, amikor azt mondod, hogy állj, ebből elég volt, és a kívülre vetített energiámat visszafordítom, és nem kívül akarok változást elérni, hanem belül. Például megfogadhatom, hogy jobban csinálom azt, amit csinálok. Megfogadhatom, hogy jobban odafigyelek másokra, emberekre, tényekre. Megfogadhatom, hogy jobban átlátom az ok és okozat törvényszerűségét. Megfogadhatom, hogy kevesebb jó és rossz fogalommal élek, és megpróbálom úgy látni a világot, ahogy van. Ezt hívjuk a tudat minőség javításának. Uram, bocsán, még a megvilágosodást is el lehet érni, csak ahhoz jóval több erőfeszítésre és jóval mélyebb, tisztább fogadalomra van szükség. De hétköznapi fogadalmak, az élet minőségét javítandó fogadalmak ugyanúgy a tudatból jönnek, és a tudatban gyökereznek, mint azok a transzcendens fogadalmak, amelyek tényleg az élet és halál körforgásából való megszabadulást célozzák. Tehát igazából az a kérdés, hogy mit akarunk? Nagyon mélyen. Mit akarunk? Mint egyén, mint család, mint közösség, mint ország, mit akarunk? És nem kit, vagy kiket, hanem mit. És így lehetne végre egyeztetni, és leülni, és lehűteni azokat a kedélyeket, amelyek, és akik, csak az ellentétekből tudnak dolgozni. Csak a polarizációból tudnak dolgozni. És ha megnézed, itt nincs különbség a jobb és a bal, a jelen és a múlt, az ilyen színű és az olyan színű között. Itt egy valami van, ellentétekre szakított gondolkodásmód, szélsőségekbe, polaritásokba menekülő értelem, az itt kielégülő, eléggé ösztönös érzelemvilág, és egyre gyorsabban és egyre keményebben rójuk azokat a köröket, amelyek pillanatnyi kielégülést hozhatnak érzelmileg, gondolatilag, de boldogságot nem. Úgyhogy az a kérdés, hogy valójában mit akarunk, és hogyha ezt tisztáznánk, akkor sokkal jobban tudnánk választani, és hogyha jobban választunk, akkor egységben maradunk. Elsősorban a tudatod, a lelked egységét kellene megőrizni, és nem hagyni, hogy szétszakadjon, vagy esetleg szétszakítsák. Ha úgy érzed, hogy már szét is szakadt, akkor nézd meg azt a mozdulatot, amivel te magad járultál hozzá ahhoz, hogy ez a szakadás bekövetkezett. Hogy benned nincs egység, és nincs béke, nincs tisztánlátás, nincs bölcsesség, és nincs együttérzés, és miért nincs? Mi az, ami ezt megakadályozta? Vagy ki? És hogyha látod a saját kezedet ebben, ha látod a saját hozzájárulásodat, a saját mozdulatodat, a saját karmádat ebben, akkor ezt meg tudod szüntetni, és ez lenne az első lépés. Tehát az önsorsrontás helyett az útra lépés, az útra találás, az úton való haladás, egy csendes, nyugodt, céltudatos viselkedés, amely önálló felelősségre épít, de valahol mindenkinek szól, nem lobogtatva, ordítozva, menetelve és különböző egyéb demonstratív módokon, hanem hatásában, eredményében, nyitottságában szól mindenkinek. Nagyon nehéz nem a szokásokat követni. Nagyon nehéz nem a lemming effektust követni, hogyha 10,000 mennek a szakadék fele, akkor te is oda mész, mert te lennél csak a 10,000 egyedik. És mivel mindenki azt csinálja, ezért te is azt csinálod. Az igazi kérdés, hogy mikor tanulunk, és mennyi tapasztalat kell ahhoz, hogy megtanuljuk a leckét, és ha már egyszer megtanultuk valami csoda folytán, akkor meddig tart ki ez a tudás? Magyarul, mikor kezdjük el újra
róni ugyanazt a kört. És az európai történelem azt mondja, hogy ez körülbelül 3 generáció. Néha csak másfél, néha csak egy. Lásd első és második világháború közötti különbség. A porosz francia és az első között volt olyan másfél. A gazdasági válságoknál picit hosszabb az idő, de ugyanúgy újra termeljük a problémát, és kisebb vagy nagyobb égésekkel, de ugyanazokat a mágiákat gyújtjuk meg. Ugyanolyan típusú emberi hibákat vétünk. És a legnagyobb probléma nem maga a hiba, hanem az a szándékos vakság, ez a willful ignorance angolul, amivel nem vagyunk hajlandóak meglátni az okot és az okozatot, a tettet és az eredményét, a szándékot és a bekövetkező cselekvést. És hogyha ezt nem látjuk meg, akkor ugyanezeket a szokásokat, a szándékosan eltakart, elfedezett szokásokat fogjuk követni, és azt mondjuk, hogy hát ez rajtunk kívül álló okok. Ez Viszmajor, vagy valami egyéb latin vagy görög nevű probléma. Nem. Ezeket mi csináljuk, ezeket a problémákat mi hozzuk létre, ezt a karmát mi követjük, ezeket a köröket mi rójuk, és amennyiben magunkban meglátjuk ezeknek a gyökerét, onnantól kezdve lehet ezt másképp csinálni. Miért van ennek jelentősége mondjuk zen szemszögből is? Egyszerűen azért, mert amilyen tudatot innen tovább viszel a testből való kilépés után, ugyanazokat a házi feladatokat hozod le a következő életedben, amiket itt nem végeztél el. Amilyen hajlamokkal, szokásokkal távoztál, nagyjából ugyanolyanokkal jössz vissza le. És pontosan ezért nem is emlékszünk rájuk alapból. Tehát nálunk, ugye, az embereknél úgy tűnik, hogy a tudatosság az nagyon más, mint az állatoknál. Valójában tényleg így van, mert tudunk tudatosan gondolkodni. De a gondolkodásunk eredménye az az életvitel, ahogy élünk. Hát nézd meg egy-két Sir David Attenborough dokumentumfilmet. Tényleg 2% az alapvető DNS különbség a legközelebbi majom és köztünk. És ez a 2% az tényleg nem sok. Tényleg nem sok. Úgyhogy van mit tanulnunk, és van mit felejtenünk. És az a meglátásom, hogy az emberi tudati fejlődés, amely a hirtelen átmenetet, a tudat forradalmát, a megvilágosodást elhozza, és a karma lassú, szisztematikus feloldását, ami az evolúciónak felel meg, ezt az útunk egyesíteni tudja. Az emberi tudat ezt egyszerre tudja csinálni. És hol ez történik? Általában ritkábban a hirtelen átmenet és az áttörés, és sokkal tovább a szisztematikus nap, mint nap, látszólag eredménytelen gyakorlás. De hogyha valamiféle minőségi változást nem érünk el, akkor az emberiség jelenlegi mennyisége túl fogja feszíteni a társadalom és a bolygó kereteit. A társadalom kereteit, mint etikát, mint együttélési normát, és a bolygó kereteit, amit a Föld még adni tud, meg elnyelni, elviselni tud tőlünk. Tehát a minőségi javítás az nem csak azért szép, mert akkor jobban élünk, és valami idealista emberke, vagy emberkék azt mondhatják, hogy na látod, igazam volt, igazunk volt, és akkor tényleg így kell csinálni. Nem. Erre a minőségi javításra azért lenne sürgősen szükség, mert a mennyiségünk az így exponenciálisan megy fölfele. És vagy minőségjavulás következik be a mennyiségi szaporulat mellé, vagy pedig mennyiségi csökkenés fog bekövetkezni, mert a minőség nem garantálja a tartós fejlődést, a mennyiség megtartását. Tehát az emberiség populáció görbeje az elmúlt 200 évben az 1 milliárdról így 7 milliárdra föl, úgy, hogy az elmúlt 30 évben termeltük ki az utolsó 3 milliárdot. Na most ez nagyon kevés tanulásra. Nagyon kevés. És láthatóan nem tanultuk meg, hogy lehet együtt élni, hogy lehet a bolygóval harmóniában működni, és az eredmények megint önmagukért fognak beszélni, csak az a kérdés, hogy fogunk-e tanulni belőle. Vagy megint valami megoldást várunk odakintről, odaföntről, vagy egy másik bolygóról, stb. Jó lenne, mi? Nem lesz.
Úgyhogy a zen pontosan ezt az utat kínálja, igazi önmagad megismerését, karmád meglátását, és azt a perspektívát, hogyha akarsz magadon minőségileg javítani, azt lehet. Azt lehet. Egyszerűen tér vissza ahhoz a tudathoz, ami tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ez a nem gondolkodó eredeti tudatnak a pontja, amit hogyha demonstrálni szeretnék, akkor ezzel a hanggal tenném. Amikor ezt a hangot hallod, akkor nincs gondolat a tudatban, nincsenek ellentétek, nincsenek ideák, nincsenek illúziók, nincs múlt, jelen és jövő, magyarul nem szakadtál szét még semmire. Ez a pont egyesítette a széttagoltságot, és ahogy a Pátriárkák egyike mondta, a 10 000 jelenség visszatért az egybe, ebbe az egy jelenségbe. És ez az egy pont pedig ennek a tiszta tudatnak a pontja. Ha ez megvan, akkor egyre inkább világossá válik, hogy milyen helyzetben vagyunk. És ez nem is olyan könnyű. Azt hinnénk, hogy mindenki számára az ég kék, feltéve nem felhős, és a fű zöld, feltéve nincs kiégve. De hogyha hozol két nagyon erős véleménnyel bíró embert, akkor azt mondja, igen, az ég kék, de az énegem kékebb, mint a tiéd. Sőt, drágább, sőt, én jobban megvédem, én drágábban el tudom adni, nekem több fegyverem van ahhoz, hogy megvédjem. Tehát az én egem az kékebb. És hogyha nagyon-nagyon sokat ugrálsz, akkor a te eged sárga lesz, míg az enyém kék marad. Tehát ilyenekben szoktunk gondolkodni, sajnos. Tehát a helyzetfelismerés nagyon fontos lenne, és ezt nem csak ugye konferenciákra, ilyen jóindulatú, nyakkendős úriemberek aláírt nyilatkozataira értem, hanem mint egy állandósult társadalmi működés, mint egy olyasféle percepció, hogy nem tévesztjük szem elől a saját helyzetünket, mint egyén, család, csoport, nemzet és civilizáció. De úgy tűnik, hogy most pont ezt tesszük, és nagyon-nagyon mélyre óhajtjuk ásni a fejünket a homokban, mint aféle jó struc palánták, hogy még véletlenül se hatoljon le a napfény. Nehogy meglássuk, hogy valójában mi van. Tehát a helyzetfelismerésből lenne a megfelelő kapcsolatteremtés, felismernénk az egymásra utaltságunkat, felismernénk, hogy mennyire függünk a környezetünktől, jobban megbecsülnénk azokat a dolgokat, amik még vannak, amikért még nem kell küzdeni, netán később vért ontani, és ebből talán helyesebben tudnánk cselekedni. Tehát helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés, ez lenne az a hármas, amivel a tiszta tudatot ebben a mindennapi életben tapasztalhatóvá, használhatóvá és értékelhetővé lehetne tenni. Szerintem bevezetőnek pontosan elég ennyi volt, és most szeretettel és tisztelettel várnám kérdéseiteket. Zenről, életről, revolúcióról, evolúcióról, vagy netán devolúcióról. Én a jövőről szeretnék kérdezni, hogy a zen hogy áll a jövőhöz lényegében, tehát hogy a jelenben kell élnünk, úgymond, vagy pedig a jövőről is kell gondolkodnunk. A zen azt mondja, a pillanat fontos, és ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő. Tehát ez a jelen, mert kimondod, hogy jelen, az már múlt. De ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő, mint eredet, megvalósulás és további folyamány. Tehát ha ez a pillanat tiszta, akkor a múlt, a jelen és a jövő is tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, akkor a múlt, a jelen és a jövő sem tiszta. Tehát ebben a pillanatban láthatod a múlt összes következményét, ebben a pillanatban alakul ki a jelenről alkotott képet, hogy mit válasz a jövőhöz, és amit megteremtesz, abból lesz a jövő. Zárójelben jegyezném meg, hogy a lineáris idő, ahogy azt tapasztaljuk, hogy 2011, 12, 13, 14, így, az a született állapotra érvényes, amikor emberi testben vagy, és ezzel a tudattal gondolkodsz. Tehát attól függ, hogy milyen hardware-be teszed bele, olyasféle működése, esetleg perifériái vannak. Lineáris idő csak ebben az emberi testben van. Ha nem ebben vagy benne,
akkor a tudat másképp működik. Honnan tudjuk ezt? Az álomállapotban. Tehát az álom állapotában, amikor nem azért álmodsz, mert mondjuk túl sok töltött káposztát ettél, és a bika éppen üldöz, és a fejedben a legnagyobb ugye, dráma zajlik, ez a testben van, ezt hívom kémiai alapú álomnak. Tehát valamilyen működés van, emésztőnedvektől a különböző hormonális ugye, fröccsökig, és akkor ezek meg tudják határozni az álmaidat. Most nem erről van szó. Arról van szó, amikor a tudat hús ki, a test az szépen ott alszik, és te, mint tudatosság, mint lélek nem vagy benne. És ekkor keletkeznek nagyon érdekes álmok, néha profétikus álmok, néha pedig csak a jövőnek egy-egy szeletét, amire rálátásod lehet, azt magaddal hozod, és felébredsz, és látod, hogy az aznap megtörtént. Tehát fölébredtél reggel, és látszólag egy emlékképed van a jövőről. És ez azért lehet, mert amikor nem ebben a testben vagy, akkor ez az idő, ez nem lineáris. Azt nem tudom megmondani, hogy milyen, de nem lineáris, az biztos, különben nem lehetne ezt a fajta előrelátást megvalósítani. És ez nagyrészt attól függ, hogy a tudatos, dualisztikus gondolkodásod az el tud-e csitulni, vagy nem. Hát amikor álomállapotban vagy, akkor nem kötődsz az agyhoz, tehát nincs tudatos gondolkodás. És vannak olyan emberek, akiknek nem kell kiszállni a testükből, hogy ezt a nem lineáris időt érzékeljék. Tehát ez mind-mind megvalósítható. Ezek nagyon magas fokozatok, és a zen útján nem szükségszerűek. A zen azt mondja, hogy ebben a testben, ezzel a tudattal, ebben a pillanatban légy tiszta. És hogyha véletlenül valami a jövőről úgy beszűrődik, akkor ugye válaszd meg, hogy meg akarod valósítani, vagy sem. Például megálmodod azt, hogy aznap egy autóbalesetben elhúnysz. Beülsz az autóba? Hát valószínűleg nem. Megkéred, hogy esetleg taxi, vagy valami barát vigyen el, stb. Mert aztán te vezettél, és puf, hatalmas egy teherautó, és fasírt vagy. Tehát, hogyha esetleg ez ilyen, és te azt mondod, hogy ezt mégsem, akkor megváltoztatod a jelenbeli viselkedésedet, hogy ne az álomban bejövő kép következzen be. Tehát ezért van az, hogy aki megmondja a jövőt neked, az ellopja a jövődet. Ezt mi teremtjük? És ebben a pillanatban teremtjük, mert ahogy indítottam ezt a választ, ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő, kreatívan. Tehát mi teremtjük? Közösen. Egymásnak. És ezért kell nagyon észnél lenni. Én a tudatosságról és az ösztönösségről szeretnék kérdezni, hogy miért van az, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor tudom, hogy mit kéne csinálni, és ösztönösen mégis tök az ellenkezőjét teszem. Hogy mondjam? Tehát, hogy így tudom, hogy mi lenne a helyes, és mit nem szabadna tennem, mondanom, mindegy. És ösztönösen, tehát hogy az emberi természetem mégis az ellenkezőjét teszi. És csak azért is belefutok azokba a hibákba, amikbe előtte is belefutottam. Tisztázunk egy pár fogalmat csak azért, hogy helyes választ adhassak neked. Azt mondja, az emberi természetem mégis ellene cselekszik. Lelkem az nem az emberi természeted, az a karmád. De össze van gyúrva az emberi természeteddel, mint ahogy a bikát beborítja a sár, és hogyha a sárban tenyészik ilyen kis féreg, akkor az a bikát megcsípi. Tehát a karmád és a következmény az lecsapódnak a lelkeden, lecsapódnak az igazi önvalódon, mert még egybe van. Még egymásra van ragadva. Jó? Ez az első. Az ösztönt is lőjük ki, mert azt nem csak Freud tette nagyon kétséges, hogy valójában mi az, hanem így beúszunk egy olyasféle kis vulgár pszichológiai meg egyéb területre, ahol a fogalmi bázis nagyrészt használhatatlan. Azért használhatatlan, mert annyian annyiféle értelmet adtak már neki, hogy nem lehet kibogozni, hogy valójában mély szerkezetben miről van szó, hogy valójában mit jelent a fogalom. Mert van egy A, B, C, D, E, F jelentése, és ezek néha összefüggenek, néha nem. Tehát, hogy kicsit tisztázzuk az egészet, van a tudatos énünk, ez 5%. Néha 10, de nagyjából 5. Fotontemetőknél 1. Tehát a lényeg az, hogy amikor 5%-os tudatosságról beszélünk, akkor Móni eldönti, hogy ő elmegy az 50-es villamossal a határútig. És van 95%-nyi tudattalanunk,
ide lehet az ösztönt mondani, az összes olyat, amire azt mondtam, hogy én vagyok, de mégse látom. Tehát én csinálom, de mégse láttam, hogy én csináltam. Tehát ösztönösen pofán vágtam valakit, és mire odaért a kezem, addigra észre se vettem, hogy pofán vágtam. Tehát ez egy nagyon fontos ösztönös mozdulat, csak amikor visszajön a pofánvágás, miért? Tehát ez egy átláthatatlan, tehát tudattalan cselekvés, és ahhoz, hogy meglássuk, hogy ez hogy működik, ahhoz szemügyre kell vennünk a zenféle tudatmodellt. Van az öt érzékszervünk, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Van a hatodik, ami nem olyan, mint a filmekben a hatodik, tehát hogy a hatodik műveleti terület, az a tudatos gondolkodás, ami az agyhoz köthető, és ez a fogalomalkotó, az elemző, a logikai egység. Itt találkoznak a nevek és a formák, itt nevezem el ezt botnak, itt olvasok térképet, itt találom meg a helyemet a 3+1 dimenzióban. Nagyon fontos ez, és hát nagyjából agyterületekre lehet osztani, hogy mit csinál. A hetedik az a választó, ítéletalkotó, dualitást teremtő tudatosság. Itt keletkezik a jó és a rossz, itt keletkezik az én és a más, a szeretem és a nem szeretem, és az összes olyan kategória, ami így elkezd rezegni, és ilyen szélsőségekben ugye, gondolkodni, érezni, tapasztalni, stb. Ezt a hetediket én csak úgy, hogy nagy projektor. Mert ezzel szoktuk kivetíteni a világra, meg egymásra azt, hogy nekem igazam van, vagy nekem ez jár, vagy ez nekem jó, meg nekem ez kell, meg ennek így kell lennie. Tehát ez a hetedik, és így pillanatokat rádobjuk a világra, meg a másikra, és ha ez nem teljes, akkor szomorkodunk, pofoszkodunk, depresszív, agresszív, teljesen mindegy, de válaszolunk így jó szélsőségesen. És az én képzete is itt alakul ki már egészen korán, hogy ez én vagyok, az meg nem én. Ez barát, az ellenség. Ezzel azonos vagyok, attól különböző vagyok. Tehát az én fogalma, mint egoitás, az a hetediknek a terméke. És a nyolcadik, az pedig a tárháztudat. Merevlem ez a komputerben. File server a rendszerben. Mindent itt tárolsz. Az összes előző életedet, az összes adatot, amit valaha begyűjtöttél, és ezért tudattalan, és ezért 95%, mert több száz életnyi emléken trónolsz. És ha emlékeznél rá tudatosan, akkor nagy részünk, mint hétköznapi ember, megkattanna. Tehát ezért sem fúrunk le itt a tudatfelszín alá, és hozzuk föl regresszióból a különböző élményeket, hogy ki voltam, ki lehettem én előző életemben, vagy életeimben. Ezt nem csináljuk. A meditációnak lehet egy olyan mellékterméke, hogy emlékszel bizonyos dolgokra, de ezt ugyanúgy figyelmen kívül hagyod, mint a jelenlegi külvilágból beszűrődő bármilyen ingerhatást. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt meglássuk, hogy ezen a hatalmas, tudattalan tömegen trónolunk, amely viszont nem statikus, sőt dinamikus, itt van az összes archetípusod, itt van az összes késztetőerőd, itt van az összes olyan dolog, amitől te egyszer csak ösztönösen cselekszel, mert az 5%-ot elborítja valami adattömeg. Megláttál valami, és akkor már mentél arra, mint a kutya, pedig az 5% azt mondta neked, hogy te elmész a határútra az 50-es villamossal, és lám nem ez történt, hanem a lángososnál kötötték ki kökibe. Érted? Mert arra vitt a... És akkor már is, ugye? Tehát azért kell lenni észnél lenni, mert hogyha korábban nem kell itt nagyon visszamenni, gyerekkorodban állandóan ott szálltál át, állandóan ettél egy lángost, az akkor nagyon jól esett, és ez évekig ment, kialakult a szokás, és ha te a metró közelében lángos szagot érzel, akkor azon nyomban odamész a lángos, és egy sajtos tejfölöst kérek fokhagymával, kész. Ugye? Tehát ha ez megvalósul, akkor nem kell az ösztönlétben nagyon messzire menni, tehát nem kell itt a különböző majomősökig visszamenni, hogy miket, hogyan csinálhattunk mi meg, hogy ebből mi maradt a pszichénkben. Jó kis, kondicionált, ebben az életben megvalósuló kőkemény karma. Ez bőven elég. Bőven elég. Tehát amit beláttál, az már bőven elég. Ahhoz, hogy meglásd a tudatküszöb fölött és a tudatküszöb alatti valóságot. És ezért érdemes meditálni többek közt, hogy leülsz, és így boldogan megkérdezed, hogy na mi ez? És akkor előjön
a teljes maga valóságában, és ott görögnek a lángosok a szemed előtt meditáció alatt, és folyik a tejföl, röpül a fokhagyma, és az összes ilyen típusú vágyad megjelenik. És hogyha azután nem eszel lángost, hogy felálltál az 50 percnyi meditációból, akkor a szokást egy picit lejjebb küzdötted. Nem teljesen, nem teljesen. De már ráláttál, és egy picikét leválasztódott rólad a lángos tömeg. Tehát legközelebb, amikor megjelenik, akkor választási lehetőséged van, mert megjelent a tudatod terében az érzékelés, és a késztetés és a cselekvés között van tér és idő másképp dönteni. Tehát ezt hívjuk a tudattere kitágulásának, amikor a tudatodban tér és idő kicsikét jobban tud működni, hogy nem a szokások rabja vagy, és nem az impulzusok a garmadája borít el, és nem a korábbi karmánk robot pilótájaként, ott szépen kivitelezzük azt, amit korábban magunkba programoztunk. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben a pillanatban lássunk tisztán, mert a múlt és a jelen és a jövő ebben a pillanatban összpontosul. Hogyha ez a pillanat tiszta, akkor az irányvétel is tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, akkor robot, marionett figura, lángos evő humanoid, kész. És a lángos nagyon finom, csak akkor egyem, amikor valójában éhes vagyok, és nem amikor, és akkor rohantam. Ha kell, ha nem. Akkor ezt a hetedik érzékszervet, ezt lehet meditációval fejleszteni? Tehát, hogy ne menjek... Lelkem, ez nem a hetedik már le van kötve. Az a dualitás gyártó. Pont abból vannak azok a problémák, amik engem elvisznek a tévútra. És rosszul döntök. A nyolcadikban van, és a hetedik címzi meg őket, de most nem ez a fontos, hogy milyen számot adunk neki. De 1-től 8-ig az foglalt, érted? Mint az IP címek. Le vannak kötve. Az a keletkezett valóságod, a test és a tudat így egybe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és utána megálltunk. Utána új ütemet kezdünk. De ennek a tiszta tudatnak, ennek nincs száma. Tehát nem a 9. Egyszerűen azért, mert nincsen körülhatárolható neve és formája. Ez nem belül van, vagy kívül. Ez az a tisztánlátó, tiszta tükörszerű tudat, ami működik testben is, és működik testen kívül is. Csak egyszer éld el, és egyszer tartsd meg jól, és akkor oké. Okay. Akkor oké. Okay. Tessék megnézni a 10 bika történetet. Ott azért jó az ábrázolás, mert a legelején a gyakorló, amikor elkezd keresni, hogy valójában mi történik itt, meglát ilyen kis párosújú patásnyomokat az ösvényen. Ez az első. Keressük a bikát. Keressük a bikát. Tehát meglátja a bikát, de hátulról. A farát, azt a jó nagyot, és utána azt, hogy az teljességgel barna. Utána meglátja az egész bikát, hogy teljességgel barna, de akkor már kötelet beleteszi a nyakába, úgy beakasztja, és ez gyakorlatilag a saját karmád és lelked még teljesen összefonódott, ugye a változata, és ekkor a bika elkezd húzni. Húzna föl a hegyre, húzna be a mocsárba, de leginkább a mocsárba befele, de mindenképpen le az útról. És a húzás, vonás közben egyszer csak a feje kifehéredik. Mert először valami bölcsességet tanul az ember, belátja, hogy na, húztam, vontam magam eddig, de hát most már nem kéne. Tehát nem kéne belevinni magam a mocsárba, nem kéne magam fölvonszolni a hegycsúcsára sem, mert a hegycsúcsal nincs probléma, de a vonszolással azzal van. Tehát önerőből, önszántunkból menjünk fel arra a hegyre, és nem azért, mert valaki vagy valami vonszol. Jó? És a következő lépés az az, hogy hát a bika az már majdnem teljesen fehér. Már csak a hátsó két lába barna. És akkor szépen ki lehet kötni a fához. Akkor már eleget küzdöttél vele. Kikötötted a fához, az azt jelenti, hogy a gyakorlatot stabilizálódott. Akkor már a bika nem tud nagyon elmozdulni. Még van játéktér? Persze, hogy van. Miért ne? De nem tud nagyon elmozdulni, mert a gyakorlatot stabilizálódott, és ez a hit,
működése. És az hit, ez nem a vakhit, hogy jaj, majd én elhiszem. Nem. Ez a tapasztalaton alapuló hit. Hogy van egy út, ami működik. Van olyan tapasztalás, amire lehet építeni. És aztán teljesen kifehéredik a bika, és akkor leveszi a fáról a kötelet, és ráakasztja a bika nyakára. És a bika nem rohan el. Ezután ráül a bikára, ami már teljesen fehér, az én és az önvaló egyéválásáról van szó, tehát már lejött ről az összes karma, és fuvolázva vezérli a bikát, tehát a zene szó vezérli. És aztán eltűnik a bika, mert az én teljesen átnemesült, és már nem kell megkülönböztetni az egót és az önvalót, és a kereső ott ül a hegyoldalban, és a bika nincs. Mert már nincs rá szükség, mint külön ábrázolásra. Igen, nem csak a következő lépés az, hogy már a kereső vagy az útonjáró is eltűnik, és marad az üres kör. Tehát ez az teljes üresség elérése. És a következő lépés az, hogy megjelennek a hegyek, a tavak és a felhők, és még mindig nincs én. Csak a hegy van, csak a tó van, csak az ég. És a következő lépés pedig az, hogy látod, hogy a város szélén a piac téren a már idős mester átadja a tant egy újabb keresőnek, és hogyha igazából össze tudjuk kötni a kezdetet és a véget, akkor ez a fiatal tanítvány az instrukciók megkapása után kimegy az ösvényre, és elkezdi a bika nyomait keresni. És szépen elindul az egész előre. Hát amikor legelőször találkoztunk, akkor is azt mondtam, hogy most jó össze vagyok keveredve, kavarodva, úgyhogy hát nem mondhatnám az elmúlt fél óra, az sokat segített volna. Örülök, Vili, örülök. Sokat dolgoztál rajta, de így. Témánál vagyunk, mondja. Igen. Abba segíts nekem, légy szíves, hogy ez a körforgás, amiről most beszéltél, hogyha azt tapasztalom, hogy arra jöttem rá, hogy ugyanazokat a hibákat elkövettem újra és újra és újra, és tudatosan odafigyelek magamra, és ezen keresztül arra, hogy ezeket a hibákat hogyan kezelem másként az emberekkel kapcsolatba, akkor ez ennek a bikás körnek egy része már, vagy ez valami? Igen. Igen? Igen, ez a része. Uh-huh. És bizonyos képek azért lehetnek részletesebbek, és jobban ki lehet őket bontani, és lehetnek átmenetek. Például nézed az ösvényt, keresed a bika nyomai alapján a bikát, és egyszer csak hirtelen előjön valami az erdőbe, és felöklel, és tovább rohan. Na ez volt a bika, amit még nem láttál meg, de úgy keresztül ment rajtad, mint terrautó a sarkon. És ilyen van. Tehát képzeld el, hogy hazamész, és ott vár egy levél. Azt te kibontod, és mint hogyha keresztül ment volna rajtad egy 20 tonnás kamion. Ilyenek ez, vannak. Ez egy valós történet lehet akár, tehát majdnem, hogy mondhatnám azt, hogy belátsz a fejembe, de most nem is a levél, hanem maga ezek a... És mi ebben a... Azon kívül nincsen jó és rossz. Mi ebben a pillanatban a helyes... Hogy újra megpróbálni... Eredetileg nincs jó és rossz. Igen. Tehát eleve elrendelt jó és rossz nincs. Az ebben a pillanatban mutatkozik meg, hogy valami hogy működik. Tehát, hogy szenvedést okoz, vagy megszabadulást okoz. Boldogságot okoz, vagy szomorúságot okoz. Tehát ennek a botnak nincs öntermészete. Ezt én döntöm, hogy ahhoz a levélhez milyen érzelmeket társítok. Igen, de abban a levélben már nagyon objektív dolgok vannak. Ez tehát, kétségtelen. Na, tehát, attól, hogy te erről attól... hogyan vélekedsz, igen, azt te döntöd el. De az adott cselekvést egy ország jogi, gazdaság és egyéb rendje befolyásolja. Tehát te nem tehetsz akármit arra a levélre, mert kapsz még egyet, akkor már pirossal. És akkor... Tehát véleményezni lehet, de a tényeken ez nem változtat. És nagyon jó, hogyha az ember például tanításként fogja fel, vagy újabb cselekvési lehetőségként fogja fel, amit egyébként mások korlátozásként fognának fel. De ez tényleg kell egy szellemi út. Egy olyasféle szellemi út, ami nem pusztán magyarázat. Tehát nem megmagyarázni szeretnék vele dolgokat,
hanem belépni a valóságnak egy olyan mély és tiszta rétegébe, ahonnan az egész illúzió világot sokkal jobban tudom kezelni. Tehát ez körülbelül olyan, hogyha te igazán jó vasutas szeretnél lenni, akkor nem állsz a vágányokra. Mert jön a vonat. Tehát, hogyha igazából szemügyre akarod venni a vonatok jövését és menését, hát akkor max. Egy vasúti híd, vagy egy ilyen vezérlőhíd, ahol egyébként a vasutas ugye menedzserek szoktak úgy nézelődni, tehát nem a vágányok között állsz. És végképp nem úgy két vágány között, hogy jön szembe veled a mozi, és elmélkedsz, hogy ez jó nekem, vagy rossz. Puff! Már keresztül is ment rajtad a V63-as a 114 tonna össúlyával. És erről vélekedhetünk bármiképp, de az tény, hogy az megtörtént, és akkor új test után kell nézni. Tehát azért mondom, hogy tények és vélemények, ok és okozat, ezeket nagyon meg kell nézni. Eredetileg nincs jó és rossz, és ezért mondtam azt, hogy ne gondolkodjunk jóban és rosszban, de az ok és okozat jelenlegi működését azt lássuk, hogy merre mutat. És ha nem abba az irányba mutat, ahova menni szeretnénk, akkor ne menjünk arra. Lehet, hogy másnak megfelel az az irány. De ha neked nem felel meg, akkor ne menj arra. És nézd meg, nem kellett jóban és rosszban gondolkodnom ahhoz, hogy egy nagyon határozott, világos életirányt ki tud jelölni magadnak. Tehát ez főleg akarat kérdése. Főleg tisztánlátás kérdése, célkitűzés kérdése. Van, aki tragédiának élné meg, hogyha annyi pénze lenne, mint Bill Gatesnek. És ezt azzal lehet alátámasztani, hogy arra képzetlen, karmikusan éretlen emberek megnyerik a lottóötöst, és teljesen hazavágják magukat vele. Halál van belőle. Annyi pénze van, hogy gyakorlatilag megfullad benne, nem a szó oxigénhiányos értelmében, hanem az ok és okozat nyomta agyon, amit magára gyártott a különböző hülyeségeivel. Rosszul viszonyult a pénzhez, és a pénz megölte. Eddig ezt egy részét értettem, a másik részét nem, de... A pénzt értetted szerintem, nem? A másikat nem. Azt a pénzt értettem a végén, de itt az utolsó időszakban, amiket mondta, azokat nem teljesen, és itt inkább az, ami... Tehát én most kíváncsi vagyok arra, hogy, hol van ez az ok és okozat, hogy mi az, ami ide vezetett. Ez teljesen normális, hogy én keresem azt, hogy mik okozzák ezeket a döntéseimet, és hogy hol... Teljesen normális. Igen? Persze. Tehát, hogy miért nem tudok ezen változtatni, mint a hölgy is itt mondott mögöttem, hogy tudja, hogy mit kéne, de nem azt teszi. Igen. És hogy ezeket észreveszem, és felismerem, és ezen változtatok, akkor az azt jelenti, hogy már valamerre elindultam? Így van. Tehát másfele indultál el, mint addig. Van egy nagyon jó film, ahol nincs annyi magyarázat, mert a zent nem említik, a Borz napja. Groundhog Day. Nézd meg. Arról szól, hogy megáll a nap, és mindig ugyanoda megy vissza, de ez csak az adott televíziós csoport riportere veszi észre. Fontos az egyébként, hogy felismerjem, azt, hogy felismerem, hogy elmentem egy másik úton, mert máshogy szeretném. Hát persze, hogy most képzeld, de te Makóra akarsz menni, és kikötsz Aradon. Hát az nem utána, jó. Azt utána még ebbe... Tehát van ezzel dolgom ezen kívül, vagy csak egyszerűen ez így magától, hogyha felismerem azt, hogy most ezt, amit most döntenék, és máshogy döntök, az már egy tudatos döntés volt abban a pillanatban. Biztos. Van még ezzel dolgom, hogy utána azon kutakodjak, hogy akkor most ezt miért így döntöttem, vagy miért úgy, vagy tehát kell ezzel foglalkoznom? Nem, akkor már a közvetlen következmény nézd meg. Tehát te rájöttél, hogy anyád születésnapja van, aki Makón született, és Arad helyett Makóra mész, de utána már nem kell a születésnapon és a kormánymozdulaton gondolkodni, hanem az, hogy mondjuk mit veszel neki ajándékba. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy meglásd, az ok és okozat mennyiben tartozik a gondolkodásodra, mennyiben tartozik a beszédedre, mennyiben tartozik az érzelmeidre és a cselekvésre. Tehát ne gondolkodjuk szét az életünket. Pontosan annyi gondolatot használjunk, amennyi ez ahhoz kell, hogy tisztán lássunk, és normálisan döntsünk. Ezzel van a probléma, hogy néha szétgondolkodom az életemet. Na de Vili, hát ezzel nem csak neked van problémád, mindezt mérülök én itt, nem azért, mert én is így kezdtem. Értem. Tehát én annyira szétgondolkodtam volna az életemet, hogy ez már egy nagyon veszélyes határértéket ütött volna meg, és akkor jött a zen. És sikerült valamennyire lecsendesíteni a képezetet, hogy legalábbis megtalálni azt a kapcsoló gombot, hogy ha kell, akkor és köbön, tehát tud gondolkodni valamennyire még, és hogyha meg nem, akkor kikapcsol.
úgy kikapcsol. Igen, nekem ez hiányzik, mert ezeket, ezt, amit mond, tehát úgy jövődünk vissza egyébként, hogy kezdjék el meditálni valószínűleg. Tehát, hogy ezek, amik hiányoznak, hogy ez a pillanat. Ez most te látsz be a fejembe, látod? Tehát én azt mondom erre, hogy ne kezdjél meditálni, csak folytasd. Oké. Én igazából egy tanácsot kérnék, hogy nem önkormányzatot? Nem. A falka. Hogy a szülői leszakadást azt hogyan lehetne elérni. Leszakadtak a szülők? Nem, hogy pont az, hogy nem szakadtak, visszacupantak. Hát a legfurcsább választ fogod most erre hallani. Azzal a gesztussal lehet elérni, hogy megköszönöd azt, amit eddig kaptál tőlük. Szoktam, ennek eredménye napi 4 hívás anyámtól. De a következő tagmondat az, hogy nagyon szépen köszönöm, és elég volt. Tehát mind a kettőre szükség van. Ha csak megköszönöd, akkor napi 4 hívás anyától. Ha elég volt, akkor első nem kap levegőt, második visszaordít, vagy valami egyéb ilyen birtokló mozdulat. De meg kell köszönni, és elég volt. És ezt az elég voltot kifejezheted nagyon sokféleképpen, de nem javaslom ezt a majd én! Tehát ezt nem kéne legyártani. Azért nem kéne legyártani, mert ebből egy újabb énség, egy újabb konfliktus, egy újabb ilyesmi származik. És legyünk nyíltak, legyünk őszinték, de a kapcsolatban, főleg szülő-gyermek kapcsolatban nagyon tényszerűek. Tehát ne bogozzuk jobban össze a karmánkat. Így is elég össze van az bogozva, hogy egymáshoz születtünk. Az attól való megszabadulás nem a magára hagyás, a magány és a cserben hagyásos ugye, különélés, hanem egy bizonyos távolság felállítása ahhoz, hogy ne avatkozzunk be egymás életébe. Tehát szeretlek titeket, de a saját életemet élem. Ezek ilyen oldó mondatok. Hát köszönöm szépen, de elég volt. Szeretlek titeket, de a saját életemet élem. Az utamat járva fordulok felétek, apuka, anyuka. Mindig valahol titkolni, ha nem is titkolni, azt az álmot szeretné viszont látni benned, ami benne nem valósult meg. Ismerős probléma, ugye? Á, dehogy! Hát ilyen aztán nincsen is, ugye? Tehát ilyenkor az van, hogy a szülő előbb-utóbb azzal fog megbékélni, ha te egy nagyon is jó kivihető alternatívát mutatsz fel. Magyarul nem az az ideál személyiség leszel, ami egyébként nem lehetnél, csak a szülők azt akarják, hanem te bemutatod azt, hogy a te alternatívád működik. Látják, hogy működsz. És ebbe a működésbe ugyan ők megláthatják azt, hogy ez nem az, amit ők szeretnének, de mégis éli az életét. Nagyjából boldog. Hát akkor néha még vissza is jön. Születésnap meg ilyenek. Na, szóval a karmája válogatja, milyen gyakran kell visszalátogatni a szülői házba. Ne túl gyakran, és ne túl ritkán. Én azt mondom, hogy meg kell állapítani azt a középutat, hogy ne legyél se túl távol, se túl közel, ne szigeteld el magad, de ne is ragaszkodj hozzájuk, mert akkor ők is ragaszkodnának hozzád. És legyél szíves azt az utat járni, amiben hiszel. És hogyha ezt meg tudod valósítani, akkor előbb-utóbb a szülők sem fognak benned hibát találni. Mondjuk akkor lenne egy olyan kérdésem, hogyha körülvesznek olyan emberek, akik én látom, hogy devolúcióban szenvednek, akkor hogy lehet azt megakadályozni, hogy ne vigyék el az én pozitív energiámat is? Meg kell róluk választódni. De hogyha jó emberek, csak nem, egyszerűen nem bírnak kilépni ebből az életből? Akkor azt az oldalukat kell megerősíteni, ami számodra tényleg a bennük lévő pozitív minőség, és akkor a devolúcióból esetleg evolúció lesz. Csak ez néha nem könnyű, mert ők nagyon hisznek abban az útban, amit éppen járnak, és hiába devolúció, tehát visszafejlődés, ők azt gondolják, hogy fejlődnek. És ilyenkor van egy kegyetlennek látszó szaktanács, de nem kegyetlen. Hajd, hogy egészen mélyre menjenek. De állj ott mellettük, hogy amikor már nem bírják tovább, hogy ilyen mélyen vannak, és már fölfelé akarnak jönni, amikor már belül megváltozott az irányvételük, akkor segítesz nekik.
mert akkor már jönnek fölfelé, és akkor már tudsz nekik egy kicsi segítséget adni a megfelelő irányban. Ez előtt az történne, hogy te folyamatosan tennéd beléjük az energiát, és ők folyamatosan húznak téged le. Ezt én nem engedném meg. Nagyjából ez történik mostanában. Hát akkor az a kérdés, hogy te ezt meg akarod engedni magadnak. Szeretnéd? Akkor ne tedd. Hát megpróbálom, csak ez elég nehéz, ugye úgy, hogy ne azt vegyék észre, hogy én távozom tőlük így az életükből. Először a magad tudati kötelékeit kell jól menedzselned. Magyarul az oldás és kötés nagy műveletét pillanatról pillanatra tisztán kell látni. Hogy ebben és ebben veled vagyok, ebben és ebben pedig nem tudok veled közösséget vállalni. Ebben és ebben segítek neked, másban pedig nem fogok. Miért? Mert nem hiszek benne, és benned hiszek. Csak ebben a cselekvésben, ebben a beszédben, ezekben az érzelmekben, ezekben a gondolatokban nem hiszek, mert én nem ebben az irányban képzelem el a jövőt. Magamnak biztos nem, és neked sem tartom különösebben jónak, ezért, meg ezért, meg ezért. És ezt el lehet mondani, csak ne akarjunk kényszert gyakorolni a saját tisztánlátásunkkal. Köszönöm. Oké. Más kérdés? Mondd. Azt szeretném kérdezni, hogy az együttérzésnek a hiánya, hogyha valakiben ez van, tehát a hiánya van az együttérzésnek, akkor az úgymond fejleszthető, vagy pedig, hogyha például tökre így közömbös mások iránt, mások érzelmei iránt valaki, akkor az változhat, vagy pedig az így marad? Szerinted mi az eredménye az együttérzés hiányának? Ha ez már mondjuk tartós, elér egy kritikus küszöböt, mi lesz ebből, hogy az együttérzés így egyre jobban leválás hiányzik? Nagyon jó, leválás és? Elszigetelődés, kitűnő, és még? Gyönyörű, nagyon jó. Picit még vigyük tovább, magány. Bizalomhiány, önbizalom és a másokban való bizalomhiánya, mert az a magánnyal együtt jár. Ilyen esetben, amikor az együttérzés hiánya ennek a kiváltója. Tehát tudati és lelki elszigetelődés, mert az együttérzés az a társas érzés. Érzem azt, ami a másikban van. Tudok rezonálni a másik érzelmeire. Társa vagyok a gondolatban és az érzelemben. Na most, amikor ez nincs, akkor jól látod, elszigetelődés van. Magára marad. És hogyha nagyon súlyos, akkor viszont depresszió is. És az igazi kérdés, hogy ezt az illető észreveszi-e. És ha észreveszi, akkor milyen gyógyszert akar szedni erre. És az igazi gyógyszer ennek a magának a feloldására az, hogy a másik ember fontosabb, mint én. Tehát ez innentől indul. A másik ember fontosabb, az ő boldogsága fontosabb, mint az enyém. Az ő jóléte fontosabb, mint az enyém. És ezt lehet egészen a másik szélsőségig vinni, ami kapcsolatfüggés, tehát már annyira függök tőle, hogy ez már borzalom, de hát van egy középút, amikor el sem szigetelem magam, és fel sem próbálom oldani magam egy másik kapcsolatban, hogy csak attól függjek. És hogyha ez kölcsönös, általában az emberek ezt megérzik, és elkezdik viszonozni, akkor ebből egy olyan egészséges érzelmi gondolati körforgás lehet, interakció lehet, hogy teljesen fel tudja oldani a magányt. Úgyhogy az együttérzés gyakorlása, az szerintem a lelki egészségünknek és a mentál higiénáknak egy alapvető feltétele. És ezért van megketyenve a nyugati világ nagy része, annyira individuális és annyira magára fókuszál, hogy ráégnek a problémái, hogy beleég a saját karmája, hogy levakarhatatlannak tűnő sárréteg van rajta. És az ebből való kitörés, hát az tényleg a másik emberen keresztül van. És úgyhogy elvégzem belül a munkát, de nem magamnak, hanem a másikért. És ekkor minden megváltozik. Tehát elkezdesz másokért cselekedni, és az egész depresszió, magány, együttérzésé teljesen elmúlik. Egy-két hónap, egy-két év, teljesen mindegy. Oké? Okay? Szívesen. Ugye azt mondják, hogyha
hogyha elkezdesz a másik emberrel foglalkozni, akkor az arra használod, hogy addig se kelljen magaddal foglalkozni. Tehát, hogy azért ennek nincsen meg az a veszélye, hogyha ha leterelem magamról teljesen a figyelmet, addig sem, hanem akkor elkezdek csak a másikkal foglalkozni. Andi, tehát, hogyha kilépsz az utcára, megvan annak a veszélye, hogy egy teherautó elgázol? Megvan. De hogyha te körülnézel, és foglalkozol azzal, hogy hogy lépsz le a járdáról, akkor ugye csökkenteni tudod ezt a veszélyt. Nyilván, persze. Ugyanez, tehát hogyha nem merülök el a másik szélsőségben, csak a másik, és akkor ilyen tapadókoronként próbálom a másik pozitív energiáját leszívni, csak azért, hogy nekem legyen, és én attól boldog legyek. Ez a mentál polip. Tehát amikor ez nincs, mert magamban is kitermelem ezt az energiát, ezt az adni képes, viszonozni képes, együtt érezni képes valamit, de nem tartom meg, hanem a másikkal megosztom. Elvárás nélkül, eredményszemlélet nélkül, tehát ilyenek, akkor nem merülsz el egyik szélsőségben sem. És ez nagyon fontos. Tehát ha te vigyázol a te saját lelki egészségedre, és a másikéra is egyszerre, akkor a belül végzett munka és az interaktíve végzett munka kiegészítik egymást. Erről szól a történet. És mindig meglátod, hogyha elmerülsz az egyikben, remete, vagy elmerülsz a másikban. Ilyen kis boldogságra törekvő ugri-bugri, és totál felszín, és totál függő, és abszolút megmérik, és nem, hogy könnyűnek találtatják, hanem annyi tömege nincs, mint egy medúzának. Annak 99% a víz. Tehát, jó? Tehát meg lehet találni a középutat, rá lehet érezni. Csak ahhoz belül is gyakorolni kell, és a másikat is nagyon tisztán kell látni. És itt van egy alaptörvény, amit magadban tisztán látsz, azt a másikban is tisztán látod. És amit magad elől eltakarsz, azt a másikban sem látod. Sőt, azon a ponton a világ is megvezet. Ez így van. Illetve ez annyit még, hogy tehát ez az érzelem mentem, mert ugye a közben meg azt mondják, hogy ne vonjunk, tehát az együttérzésben megtalálni azt az arányt, hogy ne vonjon be érzelmileg, és ne vigyen az ő érzelmet. Tehát ugye mondják, hogy próbáljunk meg érzelemmentesen reagálni egy adott szituációra, hogy tényleg egy olyan társ, vagy egy olyan partner tudjunk lenni, ahol nem elkezdünk itt sodródni egy ilyen érzelem hullámon. Tehát azt megtartani, hogy meglegyen az együttérzés, de ugyanakkor meg ne vonódjak be az ő érzelmeibe, az egy kicsit így néha úgy tűnik biztos egy kívülállónak, hogy az ember közömbös maradt, mert nem vonódott bele egy adott érzelmi reakcióba. Azért társkapcsolatban nem tudsz nem belevonódni a másik érzelmeibe. Egy akármilyen társas kapcsolatról beszélek, tehát egy adott szituációról. Figyelj, na most nézd meg. Együtt mindenen, mert akkor nem tudok neki segíteni, mert megyünk együtt ezen a érzelmi hullámzáson. Ez nagyon fontos, amit mondtál, de hát az elején nyugodtan lehet együtt sírni, csak ne végig. Tehát egy idő után te látod azt, hogy ha valaki szomorú, akkor te is szomorú vagy. De kb. Amikor már ő átérezte, hogy te átérezted, akkor átmész odafordulóba a beleélőből, és ha valaki szomor, akkor megvigasztalod. És mind a kettőre szükség van. Tehát a beleélőre is, és az odafordulóra is. És hogyha bármelyik hiányzik, akkor tényleg nem teljes az élet. A társkapcsolatnál pedig, hát ugye nézd meg, nem tudsz nem belevonódni a másik érzelmeibe, mert akkor nincs társkapcsolat, és ez nagyon fontos. Tehát az a legnagyobb kockázat, hogy a szívedet teljesen kinyitod egy másik emberre. Mert hogyha a másik nem teszi meg ugyanezt, és csak 1%-ot megtart magának, akkor te már sérültél is. És ez egy társkapcsolat, ez a feltétel nélküli szeretet, ha ezt nem vállaljuk el, akkor nincs semmi, ami lényegileg összekötne két embert. Összeköthet egy csomó minden más, de az ehhez nem jön közel. Baráti kapcsolatnál pedig megint megvan a bizalom foka, megvan az a bizonyos hőfok, ami bizonyos érzelmi, gondolati közösséget tud eredményezni. És hát ez a barátság mélységétől függ, hogy meddig megy el. De egy társkapcsolat az más. Tehát egy társkapcsolatban is lehet egy olyan szituáció, ahol pont azt tart meg bennünket,
hogy mondjuk nem mind a ketten pánikoltunk be, hanem az egyikünk még, tehát hogy az egyikünkre ez nem ütötte akkor át. Tehát van egy levél, mondjuk a levél. Az, hogy ő erre hogy reagál, és én nem állok abba bele, az lehet, hogy őt pont kifelé segíti ebből, mint hogyha vele együtt elkezdem ezen kiborulni mondjuk egy adott esetben, mert pont ez a menekülési útunk, hogy ebben pont nem egyformán reagálunk. Mert az én nyugalmam az egy rövid idő után őt rá fogja ébreszteni, hogy ez az egész nem ér annyit, hogy beleálljon mondjuk. De ha én is bepánikolok vele együtt, akkor pont nem tudunk egymásnak segíteni, és attól én még szeretem, de nem kell, hogy... Erre azt tudom mondani, hogy lehet, hogy a beleélés az egy nanoszekundum. De egy pillanata nem azonosulsz vele, és azon nyomban odafordulol vagy, és mondjuk megnyugtatod, vagy kidolgozod a következő lépést, hozol egy pohár vizet, stb. Stb. Egy pillanatat leveszed, hogy miről van szó, átérzed, hogy miről van szó, és nem mész bele abba, amiben ő kényszerül a szokás hatalma miatt, ugye belemegy. Ugye az érintettsége miatt belemegy. És aztán van ennek a fordítottja, amikor csak az kell, hogy vele légy és osztozz az érzelmeidben, mert olyan különösebb tennivaló nincs. És ezt viszont fel kell ismerni. Hogy mikor állsz ott teljes tükörként, és tükrözöd az egészet, de nem veszel részt benne, hogy mikor válsz vele teljesen egy és abszolút fúzió van abban a pillanatban. Hát ez az emberi lét óriási kihívása pillanatról pillanatra. Hát igen, és ezek az együttérzésnek ugye a különböző részei. Tehát ez az együttérzés egy nagyon összetett dolog. Most itt ki is fejtettük, tehát, hogy... Nézd, ahogyha gondolkodsz róla, akkor nagyon összetett, hogyha gyakorlod tisztán az adott pillanatban, akkor rendkívül egyszerű. Tehát azért hoznám vissza a szanszkrit fogalomra, mert ott megkap egy plusz töltetet, ez a karuna, és ez is a kürgyökből származik, mint a karma, ami cselekvést jelent. Tehát a karuna az cselekvő együttérzés. És hogyha megnézed ezt a két komponenst a fogalomban, akkor a cselekvés az, amikor odafordulok, és csinálom, az, hogy ugye segítsek rajta. És az együttérzés pedig az, ami egy kicsikét statikusabb, mert beleállsz abba az érzelmi állapotba, ami az övé, és csak vele vagy, és abszolút azonosulsz ezzel az állapottal, és a jelenléted és az azonosulásod az, ami éppen segít. Tehát valaki nagyon-nagyon sír, és vele vagy, és átkalad, és átérzed azt a mély szomorúságot, ami benne van. És ez az, ami a másiknak segít, és nem az, hogy elkezdesz beszélni neki, vagy elkezded még pluszba simogatni, vagy hozol neki szépet, amitől esetleg ő boldogabb lesz. És hagyjál békén! Tehát ilyenkor van ez, hogy ne érje hozzám kívülről, de ha egyszer beléptél a szívembe, és átérezted, ami ott van, és velem vagy ebben az érzésben, ez már orvosság. Tehát ez az egyik. A másik pedig az, amikor a cselekvés része jön ki, hogy egy pillanat alatt megvan, hogy mi a történet, rossz napod volt, azon nyomban megfőzzük a kedvenc ételedet, berakjuk a kedvenc mozifilmedet, stb. Stb. Ami éppen kell ahhoz, hogy ő boldog legyen, kiegyensúlyozott legyen. Most ilyen nagyon felszínes példákat hoztam. De ha gondolkodni akarsz róla, akkor ez tényleg bonyolult. De... És az utángondolásból még igazi, teljes valóság nem született. Az utángondolás az csak arra jó, hogy visszavezessen a primér elsődleges valóságig, ami tényleg a tudat tiszta jelenléte. Nem fogalmakban gondolkodó tiszta jelenléte. És ebből a tiszta jelenlétből következik az a tudat, amely pontosan egyé válik. Odafordul, beleél, cselekszik, együtt érez. De ha gondolkodsz róla, ez iszonyú bonyolult. Alapban nem szoktam gondolkodni róla, csak most, hogy beszélgettünk róla. De jó neked. Tehát alapban nem szoktál gondolkodni? Nem, erről iszonyú nem szoktam, szerencsés most, vagy. Tehát az együttérzés sok irányban meg lehet közelíteni, és csak ezért mondta, de egyébként nem ezt szoktál lekötni a gondolatvilág. Egyébként akkor lehettél volna a Descartes felesége egyik előző inkarnáció, de mert ő azt mondta, hogy gondolkodom, tehát vagyok, mondta ő, és te akkor azt mondhattad volna neki, mint Madame Descartes, hogy nem baj, szívem, elmúlik. Vagy még azt is mondhatod, hogy szívem, a gondolkodásod el fog múlni, de te megmaradsz nekem. Tehát ezt is lehet. Egyéb kérdés? Mond. Azt szeretném kérdezni, hogy a zen álláspontja szerint van-e szükség önbizalomra? Igen, van. Csak ezt az önt
azt az ént, ezt kéne egy picit letisztázni, hogy valójában miben is bízunk. Az önbizalom az sajnos alapértelmezésben az ego puffasztás. Majd én! Na de mi az az én? És hogyha azonosítjuk magunkat az egoitásunkkal, akkor ez tényleg egy ego puffasztás. A kondicionált elmét gondolom azt akarjuk felspanolni. Hát nem. Nem? Mármint az a rossz, erre gondoltam. Helytelen. Nem mondanám rossznak, mert előbb-utóbb minden célba ért, tehát minden tapasztalatot lehet hasznosítani, de úgy a fal adja a másikat, hogy nekem önbizalmam volt, aztán jó fejbe vertek egy bunkos bottal. És akkor elszállt. És ez nagyon fontos, hogy ne abban bízzak, ami mulandó, ami feltételhez kötött, ami jóra és rosszra szakadt, hanem az igazi önvalónkban bízzunk, és abban a működésben, ahogy ez az egész univerzum működik, mert az ok és okozat működése az hibátlan. Mert nem személyes. Nem személyfüggő. Nem lehet kisajátítani, nem lehet eltorzítani. Az ok és okozat működése az hibátlan. Tehát tudatokon múlik, de nem személyes. És pontosan, hogyha az igazi önvalódat megtapasztalod, akkor ebben van ennek az egész működésnek a kulcsa. Akkor bele tudsz simulni ebbe a világba úgy, hogy az utadat megtartod. Így az önállóság az nem egoitás lesz, hanem az önállóság az önrendelkezés és felelősség lesz. Mert összhangban vagy a világ működésével. És ebben lehet bízni. Ebben az ön valóban lehet bízni. És az önbizalom így teljes értelmet nyer. De az, hogy a mi kis énképünket, azt turbozzuk még fölfele, és csinosítjuk meg, erősítjük meg, gyúrunk rá. Az egy darabig megy, aztán nagyot pukkan, és azóta elhallgat. Értem, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Szokták rólam azt mondani, hogy naív vagyok, és hogy túl nagy az önbizalmam, így erre visszacsatolva. Ami szerintem alapvetően így fura, így együtt ez a két fogalom. És én meg azt szoktam mondani, hogy nem vagyok naív, vagy hát nem tartom magam naívnak, csak túl nagy bizalmat adok másoknak, és ezt vagy kihasználja valaki, vagy együtt átéli velem. Vagy nem tudom, hogy ezt most így jól fogalmaztam. Jól, de hidd el, hogy elég nagy átfedés van a között, hogy előzetesen túl nagy bizalmat szavazol embereknek, akik erre később rácáfolnak. Ez egy nagyon hosszú magyar mondat, és a francia az, hogy naivete, és ez volt a francia megfelelője ennek, és ebből jön az, hogy naív. És nézd meg, hogy a bizalomnak mindig van valami tárgya, hogy azért bízom ebben az emberben, mert. Ez nagyon sokszor ott van. És ott van elvárásként is. Ott van reményként is. És hogyha az illető ezt nem teljesíti be, akkor éj, milyen naív voltam. Azt hittem, hogy oszt közbe, dehogy. És van egy olyan típusú bizalom, ami ezen messze túlmegy, ahol nem lehetsz naív, csak bizalommal élő. Tehát bízom benned, akármit teszel. Bízom benned, ha beteljesíted az elvárásokat, és akkor is, hogyha nem. És akkor nagyon nehéz megfogni, hogy valójában mi a bizalom tárgya, de visszatérünk az előző kérdésre, én bízom benne, hogy te pontosan az vagy, aki. Hát én igazából azt szoktam mondani, hogy nem tartom magam naívnak, hanem mindenkinek adok egy fajta bizalmat. Ez lehet, hogy néha az, aki ezt szokta mondani, azt látja kívülről, hogy túl nagy bizalmat adok embereknek, de én mindenkinek ugyanezt adom, és aztán meglátjuk, hogy kevesebbet érdemel, vagy többet. És ebből voltak konfliktusaid? Hát volt olyan, hogy azt éreztem, hogy ezt a bizalmat ezt így kihasználták, viszont én akkor sem éreztem magamnak kevesebbnek, és ugyanúgy azt gondolom, hogy ez ennyit kapott, akkor ennyit kap más is. És lehet, hogy ki fogják használni legközelebb is, de van olyan, hogy nagyon pozitívan csalódok így ebben, és nem tartom jónak, eddig, hogy változtatok. Eddig nem úgy tűnik, hogy ez téged nagyon a földhöz vert volna, az ilyesféle csalódások, mert ez ugyan kicsiben, de mégiscsak csalódás egy vagy több emberben. Én azt javaslom, hogy ebbéli erődet megtartandó, mérd föl, hogy az az ember mennyire méltó erre. Tehát azt kéne meglátni, hogy egy emberbe mennyi fér a bizalmadból.
és ezt fel tudod mérni. Van, hogy rosszul mérem föl. Akkor viszont nem mérted föl kellő tisztasággal, nem láttad elég tisztán azt az embert, és általában a saját érzelmeink és gondolataink görbítik el azt a tükröt, a reményeink, a félelmeink, a vágyaink, a haragunk, stb. Stb. Ez görbíti el ezt a tükröt, és a szemünk lát, de a lélek megvakul. A fülünk hall, de a szív nem hallja meg, hogy a másikban mi dobog. Ezért kell nagyon vigyázni, és az illúziókat magunkból kitakarítani, azért, hogy a másikat is illúziómentesen lássuk. Mert ha nem, akkor elsősorban magunkat vezettük meg, öncsalás, és ekkor a másik is pontosan ugyanott fog nekünk csalódást okozni, ahol mi egyébként magunknak már megtettük. Mi van, hogyha ezzel zárok be kapukat, hogy kevesebbet adok, és aztán kiderülhetett volna, hogy megérdemelte volna ugyanazt, amit bárki más kapott? Sosem késő javítani. Tehát többet adni mindig könnyebb, mint az adottból már visszavenni. Ne félj, hogyha félelemre alapozod a döntéseket, azok nem jó döntések. Ne félj a kapuk bezárásától. Tehát, hogyha mondjuk bezárok kapukat, akkor azt még ugyanolyan könnyű lesz kinyitni, mint amilyen könnyű volt bezárni? Aggódsz. Aggódsz. Ne aggódj. Ez az aggodalom az, amin keresztül mások kihasználnak téged. Én még ezzel a túl gondolkodós típus vagyok. Ne gondold túl. Ez a gépezet legyártja a félelmet és a reményt, az aggodalmat és a bizalmat, és az ember egyik szélsőségből a másikba hintázik jobbra és balra, és csapódik úgy, mint a szatyora fának. Majd megpróbálok nem gondolkodni akkor. Képzeld azt el! Görcsbe állt a kezem, azt kézilabdázni próbáltam. Nem ment. Tehát. Jó? Tehát lásd tisztán belül. Lásd át, hogy abban az emberben mi van, mi mozgatja, miért mondja azt, amit mond, miért táplál olyan érzelmeket, amilyet. És ez tényleg nem gondolkodással fogod, hanem ráérzéssel. Na, mit akartál mondani? Hát ugye ez már kell gondolkodás. Gondolatok kellenek, de nem egy folyamatos, elemző, diskurzív gondolkodás. Nem abból van. Az eredmény az gondolatokban is kijön. De a folyamat az nem gondolat alapú. Oké? Okay? Jó, köszönöm. Szívesen. Mit köszöntél? Ezt a gondolatot. Na hát. Úgyhogy szeretném megköszönni a mai napra kirendeltetett jó kérdéseket, jó hozzászólásokat, és azt a figyelmet, amivel ezt az előadást végigkövettétek, és remélem, hogy akár itt, Szegeden, akár a Pilisben mi hamarabb újra találkozhatunk. Köszönöm szépen! Mm.